Köszönöm szépen. Hiába változott pozitív irányba Európa társadalmainak hozzáállása az LMBTI közösségekhez, újra jutottunk oda, hogy nem csak néhány szélsőséges csoporttal szemben szorulnak védelemre. Ma újra valódi hatalommal rendelkező politikai csoportok, több esetben pedig uniós tagállamok kormányai nézik ki maguknak az LMBTI közösségeket, mint a következő ellenségkép, ami ellen a társadalmat hergelni lehet egy választási siker reményében. Míg Lengyelországban az LMBTI mentes zónákat vezetnek be egyes önkormányzatokba, Magyarországon ez a kormányzati retorikának a része. Például a magyar parlament házelnöke pedofilnak titulálta azokat a szivárvány családokat, akik gyermekeket szeretnének örökbefogadni. Ezek bárhol megtörténhetnek, ha nem teszünk határozott ellenlépéseket, és nem mutatjuk meg, hogy hol van végre a határ. Ne várjuk meg, amíg Magyarországon vagy más európai országokban is elterjednek az LMBTI mentes zónák. Ezért ugyan örülök, hogy az Európai Bizottság határozottan elítéli, ami most Lengyelországban történik, mindazonáltal a monitorozás és a párbeszéd kevés. Eközben az érintettek rettegésben élnek. Szeretném megkérdezni, esetleg javasolhatnánk-e, hogy a 7-es cikkelyes eljárásba ezt is vegyük bele, ha már Lengyelországról van szó. Mert azt gondolom, hogy nem élhetünk egy olyan Európában, ahol az állampolgároknak rettegésbe kell érniük csak azért, mert mások vagy máshogy gondolkoznak. Köszönöm szépen.